Lackó egyelőre csak nézte a játszadozó társakat az új bölcsődében, ahová ő maga is jár hamarosan. A két csoportos intézmény 24 kisgyermeket tud fogadni. Hetesre a közeli Mezőcsokonyáról is érkeznek hamarosan a kicsik. Egy csoport már a nyitás hírére megtelt, a másik 12 fős csoportban még akad néhány üres férőhely. Ő még nem járt bölcsiben, ő most kezdi csak a bölcsit, most múlott 2 éves, és hát erre a helyre esett a választásunk. Van egyébként a környéken több bölcsőde is? Lehet körülnézni, lehet válogatni? Hát tudomásom szerint Kaposvár a legközelebbi. A nagyváros pedig nem éppen a község szomszédjában van, több mint 12 kilométert kellene nap mint nap utaztatni a kicsiket. Nagyon sokan csodálkoztak egyébként, hogy mit akarunk mi, egy 1200, nem egészen 1200 lakosú település, mit akarunk mi bölcsődét, nem lesz itt annyi gyerek, nagyon sok volt a pesszimista, és az előző testület úgy döntött, hogy pontosan a nehézségek miatt, a lakástörlesztés fizetési nehézségek miatt a kaposvári bölcsödék telítettek, van akinek az utazásokhoz gondolt, hogy magával vigye reggel, és akkor itt van, úgy gondoltuk, hogy megragadjuk a lehetőséget, ha egyszer támogatást kaphatunk rá, és meg is kaptuk a támogatást, és itt van ez a gyöngyszem, ami csillagszem bölcsödénk. 85 millió forintból több mint 300 négyzetméteres épület készült, két csoportszobával, és egy sószoba is belefért még a keretbe. Itt a falubeliek is kúrálhatják majd magukat. A községnek a beruházás kevesebb, mint 20%-át kellett önerőként biztosítani. Főként helyiek dolgoznak majd itt. Az új bölcsőde ugyanis nem csak a munkába segíti visszatérni az anyukákat, hanem munkát is ad 5 embernek. A kisebb településeken sokkal nagyobb probléma a népességfogyás, illetve az öregedés folyamata, az elöregedés. Sajnos egyre több az idős ember, és alig születnek gyermekek. Ehhez képest az, hogy egy 1200 lelkes közösség, a hetesiek mertek vállalkozni, bölcsődét építeni, ami nyilvánvalóan a számításaik szerint élettel meg is tudnak tölteni, ez egy óriási dolog. Hazánkban 160 éve működik a bölcsődei hálózat. A benne dolgozók megbecsüléseként egy életpályamodellt dolgoz ki a kormány, ami már jövőre elkészülhet, mondta az intézmény átadóján Gelencsér Attila.